Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Hatalmas károkat okozott a vihar, Szekszárdon fákat döntött a felhőszakadás. Gyártósori szimulátor, csúcs technológiás géppel bővült a Tolna megyei szakképzőcentrum. Népviseleti divat bemutató, 8 tájegység ruháiban vonultak fel a kifutón. Alkotói kiállítás, nehéz szociális helyzetben lévő emberek készítettek műveket. Hatalmas károkat okoztak a múlt heti esőzések Kaposszegcsön. A faluban több helyen villámárvizek alakultak ki, és házak rongálódtak meg. A helyiek most segítséget kérnek. Meg ott be is repett ugye a fal az miatt, hát itt folyamatosan idáig ért a víz, nem tudtunk kijönni konkrétan. A legutóbbi Kaposszegcsőt sújtó villámárvíz számos ingatlanban tett kárt. Szinte minden épületet érintett az esőzés, kisebb-nagyobb beázásokkal, két ház lakhatatlanná vált, de a többi ház tulajdonos is segítségre szorul. A Petőfi utcában álló ingatlanokat érte a legnagyobb kár, tájékoztatott a polgármester asszony. Itt körülbelül 10 házat érint, és 6 család az, akit komolyabban is. Ezek közül 2 van úgy, hogy szinte lakhatatlan lett, az egyikben mégis bennmaradt a család, mert nem szeretett volna kiköltözni a felajánlott bérlakásba. Ők most jelenleg egy szobakonyhába húzzák meg magukat, a többi helyiséghez szükségük lenne köműves és egyéb szakember segítségére, statikusra, egyebekre. Egy másik család van, ahol már akkor szintén visszaköltöztek, illetve egy van, aki a bérlakásunkba lakik jelenleg. Őnekik olyan jellegű a házuk, hogy amíg ki nem szárad a hajópalló alatti rész, addig nem nagyon tudnak mit csinálni. Számos tárgyi felajánlás érkezett már az önkormányzathoz, amelyeket szét is osztottak a bajba jutottak között. A helyi családsegítő munkatársa járt a családoknál, felmérte, kinek mire lenne szüksége, mi az, ami használhatatlanná vált a villámárvíz miatt. A legtöbb épület statikai vizsgálatra vár, melyhez szakember segítségét kérik, és a későbbi helyreállítási munkákhoz is jól jönne hozzáértők felajánlása. Kérnek mindenkit, aki még esetleg tud segíteni, vagy esetleg módjába áll, hogy akár anyagilag is segítse ezeket a családokat, akkor van a falunknak egy alapítványa, a falunkért Kaposszegcsőért alapítvány. Ott, hogyha esetleg érkezik felajánlás arra jeligére, hogy illetve hát a közleményre, hogy felajánlás árvízkárosultak részére, abban az esetben akkor azt a beérkezett összeget azt szét tudjuk osztani a károsult családok részére. A Kaposszegcsőiek örömmel fogadnak bármilyen segítséget, legyen az anyagi vagy természetbeni. Nem csak Dombóvár térségében pusztított a vihar, Szekszárdon a felhőszakadás fákat döntött. A Tarcsai Vilmos utcában egy hatalmas ág állította meg a forgalmat. A tűzoltók kiérkezéséig a problémát néhány civil próbálta megoldani. Soha nem látott mennyiségű eső zúdult le az elmúlt napokban Tolna megye szerte. A vihar jelentős károkat okozott, azok helyreállítása még mindig zajlik. Szekszárdon több utcában is kidőlt fákhoz kellett riasztani a tűzoltókat. Így történt ez a Tarcsai utcában is, ahol az úttestet egy óriási ág torlaszolta el, ami kis híján egy autóra is ráesett. Az egész utat betakaró fadarabot először néhány férfi igyekezett arrébb tenni. A fával szembeálltam szinte, és jött velünk a fág, lezuhant erre a Tarcsai lakótelepi főutcára, ami elég forgalmas, és megpróbáltuk 3-4-5-en a szakadó esélyben elhárítani a hibát. Nem jött össze, kellett egy kis segítség, közben fölgyűlt a forgalom, balról is, meg jobbról is. A férfiak próbáltak segíteni, irányították a forgalmat a tűzoltók kiérkezéséig. Volt, aki tolerálta a dolgokat, hogy mondjam, köszönjük szépen. Volt, aki beintett, meg mit keresek az út közepén, mutatom nekik a nagy ágat, akkor mi nem tudtuk felszabadítani. Aztán akkor jött két szorgalmas tűzoltó, azok hamar összevágták a fát, ügyesek voltak, tényleg le a kalappal előttük. A faágat végül sikeresen elvitték az útból, majd azt feldarabolták. A Tolna megyei lánglovagoknak az elmúlt napokban 30 alkalommal kellett vonulniuk a vihar okozta károk miatt. Drónnal és testkamerákkal is ellenőrzik a gyalogos átkelőhelyeket a rendőrök 3 napon keresztül az egész országban. A Zebra Terv nevű kampány kedden indult és csütörtökig tart. A cél, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy a gyalogosokat érintő balesetek 30%-áért ők maguk felelnek. A különleges légi eszközöket a rendőrség Tolna megyében is beveti.
Átfogó akciót indít a Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Szabályzott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága egy új típusú eldobható elektromos cigaretta az Elf Bar kereskedelme ellen. Jelentették be szerdai sajtótájékoztatójukon a szervezetek képviselői. Bíró Marcell az STFH elnöke közölte, nyári táborokban hívják fel a figyelmet az Elf Bar káros hatásaira, szeptembertől pedig valamennyi iskolában, valamennyi osztályban, osztályfőnöki órán is. Horváth Gábor, a NAV ellenőrzési szakfőigazgatója arról beszélt, a fiatalok nincsenek tisztában azzal, hogy egy-egy ilyen termék akár 2,5 vagy magasabb nikotintartalom esetén akár 16 doboznyi cigarettának is megfelelhet, ezért az életüket is veszélyeztetik, ha szívják. Az Elf Bar birtoklása külföldről saját célra történő rendelése és törvényellenes, mivel a jogszabály azoknak a termékeknek a tartását, beszerzését is büntetni rendeli, melyek a jövedéki adó hatája alá tartoznának. Csúcs technológiás gyártásszimulációs eszközökkel bővült a szekszárdi Ady Endre Technikum és Kollégium gépparkja. A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések című projekt keretében. A kiemelt projekt célja a szakképzés átalakításának segítése és az ipar 4.0 technológia használatára felkészítő innovatív képzési rendszer kialakítása. Ünnepélyes átadóval egybekötött bemutatóra került sor a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum és Kollégiumában, ahol gyártásszimulációs eszközökkel bővült az intézmény. Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja elmondta, nagyon fontos, hogy már az oktatásuk során lehetőségük legyen a gyerekeknek olyan eszközökkel megismerkedni, amilyenekkel a későbbiekben egy cégnél is találkozhatnak. Az eszköz, ami most átadásra kerül, egy nagyon csúcs technológiát képviselő eszköz. Azt gondolom, hogy egy olyan eszköz került most a centrum birtokába, illetve egész pontosan ide az Ady iskolának az egyik tantermébe, amely országos szinten is legmagasabb színvonalat képviseli, és nagyon bízom benne, az oktatásunk színvonala ezáltal még jobb lesz és magasabb szintű lesz. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere úgy nyilatkozott, örömmel tölti el, hogy a Tolnai megyeszékhely egyik meghatározó iskolája is részese lehetett egy ilyen komoly fejlesztésnek. Szakképzett munkaerőre van szükség, és hát minél képzettebb egy ember, annál magasabb szintnek és elvárásoknak tud megfelelni, és gyakorlatilag itt helyben, ezen a szimulátoron nagyon-nagyon sok mindent meg lehet tanulni, és mivel, amikor már egy termelő üzembe kerülnek, akkor megfelelő alapossággal és megfelelő tudással vannak felvértezve. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke szerint a gazdaság fejlődését követnie kell a szakképzés fejlesztésének is, így biztosítható, hogy korszerű és modern eszközökkel lehessen oktatni. Meg kell barátkoznunk nekünk, korosabbaknak azzal, hogy olyan technológiák, technikák vonulnak be az ipari termelésbe, de a mezőgazdaságba, a mindennapi életbe, amely számunkra vadidegen. Egyrészt azért, mert olyan mérhetetlen tudással rendelkeznek, másodszorban azért, mert olyan hatékonyak. A beruházásnak köszönhetően egy teljes gyártósori szimulációval találkozhatnak a diákok, kezdve a darabok összeillesztésétől egészen a logisztikai folyamatokig. 1636 új koronavírus fertőzöttet igazoltak idehaza a múlt héten. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.923.122-re nőtt az azonosított betegek száma. Meghalt 23 fő, így az elhunytak száma 46.594-re emelkedett. Hatósági házi karanténban 237-en vannak. Oltást hétfőn és pénteken lehet a kórházakban kérni előzetes regisztrációt követően, a hét utolsó munkanapján pedig akár anélkül is, olvasható a kormányzati tájékoztató honlapon. Divatbemutatót tartottak a Művészetek Házában Szekszárdon, de nem akármilyen ruhákból. Tolna megye szinte összes népviseletét bemutatták az este során. 8 tájegység ruháiban vonultak fel a kifutón a hagyományok őrzői. A leghétköznapibb viselettől az ünnepi ruhákon át mindenre sor került. Még 2 mennyasszonyt és vőlegényt is láthattak az érdeklődők.
Közös énekléssel vette kezdetét a színpompás Tolna megye nevet viselő divat bemutató a Szekszárdi Művészetek Házában. Az este folyamán nem csak a szebbnél szebb ruhadarabokat csodálhatták meg az érdeklődők, de sok érdekességet meg is tudhattak róluk. A mai színpompás Tolna megye című bemutatónkon Tolna megye 8 tájegységéről láthatunk viseleteket. Ezek elsősorban azok a nagyobb, kisebb-nagyobb tájegységek, akik velünk együtt élnek, illetve ezek közül kuriózumként van néhány olyan is, amelyek egyfalvas települések, tehát csak egy falu képvisel egy-egy tájegységet. Ilyen például Siagárd vagy Bogyiszló is. Virág Leila a Bogyiszlóról érkezett. Ez egy lány. Fiatal lány viselet, és sejemből van. A fölseje az letűzött röpike. Ez a viselet hasonlít ugyan a sárközire, de mégis sok egyediséget hordoz. Ezeken kívül bemutatták még a madocsai, koppánymenti, morágyi német nemzetiségi és bátaszéki felvidéki viseletet, de nem maradhatott el a bukovinai székelyek ruházatának ismertetése sem. A sárközben pedig sárpilis és decsi viseletben vonultak fel a párok a kifutón. Az esemény célja az volt, hogy kicsit közelebb hozza a ma emberéhez a régikor ezen gyöngy szemeit. A bőrák felismerésének fontosságára a melanómánál gyakrabban előforduló nem melanóma típusú bőrák típusokra hívja fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társaság kampánya. Az időben történő diagnózissal ugyanis jelentősen növelhető a gyógyulás esélye. Mint a szakértők közleményükben írják, a bőrák az egyik leggyakoribb daganatos betegség. Kifejtették, a bőrák kerül szóba, az emberek többsége a melanómára gondol, mely a bőrdaganatok közül a legkomolyabb veszélyt jelenti, agresszivitása és áttétképzési jellemzői miatt. Megegyezték, a melanómánál azonban jóval gyakrabban fordulnak elő nem melanóma típusú bőrdaganatok. Az ilyen megbetegedések 99%-át két rák típus adja, a bazánsejtes karcinóma és a laphámrák. A korábbi évekhez képest korábban már május közepén megkezdte a parlagfű elleni védekezésre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzését a hatóság. A virágbimbó kialakulásának megakadályozása a cél. A jogszabály szerint a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Elengedhetetlen tehát a hatékony gyomirtás, ami nem csak azért szükséges, mert a parlagfű pollenje több millió embernél vár ki allergiás reakciókat, hanem azért is, mert jelentős az által okozott terméskiesés is. A hatóság a helyszíni ellenőrzés során megállapítja, hogy a földhasználó nem akadályozta meg a parlagfű virágbimbó kialakulását, eljárás indul. A nem megfelelő védekezés következtében szükséges kényszerkaszálás és minden ezzel kapcsolatos hatósági feladat költsége a védekezést elmulasztó terheli, továbbá növényvédelmi bírság kiszabására is sor kerül. Kiállítás nyílt a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ aulájában. Az alkotásokat a nehéz szociális helyzetben lévő gyermekek és azok hozzátartozói készítették, akik részt vettek az intézmény foglalkozásain. Az elkészült rajzok és festmények az alkotó aktuális lelkiállapotát tükrözik. Elnézve ezeket az alkotásokat, nekem az jutott először az eszembe, hogy a művészet szinonimája a leginkább a csodálat vagy a varázslat szavak lehetnének, hiszen ezek az alkotások csodák ezreit indítják útnak. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Gréci Félegyházi Gyöngyvér, a Szekszárdi Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság elnöke a Humán Szolgáltató Központ alkotói kiállítását. Toláciné Varga Zsuzsanna, a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője elmondta, a kollégák lelkesedésének köszönhetően többféle foglalkozást tudtak szervezni a rászorulóknak. A foglalkozások során különböző technikákkal, módszerekkel ismerkedhettek meg, és ebben mindig volt egyrészt maga az alkotás, másrészt pedig valamiféle önismeret is, hiszen saját alkotásukat, akár egy mese, egy történet kapcsán ezekkel a módszerekkel kifestették, kirajzolták. Hozzátette, a középpontban az alkotás és az önismeret szerepelt. A foglalkozások sikerét mutatja, hogy volt olyan ember, aki az összes alkalmon részt vett és mindig készített valamit. Volt a művészeti foglalkozás, a háztartás vezetés, de volt egy játék foglalkozásunk, ami folyamatosan működött, hiszen az is, hogy egyáltalán családok hogyan tudnak egymással kommunikálni, beszélgetni, játszani, mert hogy ugye maga a játék is nagyon-nagyon összehozta a családokat, gyerekeket, testvéreket,
testvéreket, szülőket, gyerekeket, tehát hogy ez maga az egész program azért ez komplex volt, és különböző elemei voltak, vagy részei, mint ahogy a művészeti foglalkozás is. A foglalkozásokhoz bárki csatlakozhat, szülő és gyermek egyaránt. A kibontakozás legjobb formája az alkotás. Regionális hírek következnek. Állami többletforrás, leszavazták az óvodák támogatását a pécsi bal oldalon. Balaton, erdő, turisztikai fejlesztés, egészen Tihanyig elláthatunk az új somogyhegyi kilátóról. Július 1-től áremelés várható a balatoni fizetőstrandokon, van, ahol 50%-kal is nőhetnek az árak. Plusz pénzekről dönthettek a pécsi képviselők kedden. Ez a 2022-es költségvetés módosítása címen szerepelt a közgyűlés előtt. A Fidesz frakció vezetője olyan területeken használta volna fel a pénzt, ami segít a Baranyai megyeszékhelyen élőknek. Azonban hiába szerepelt ezekben az óvodák támogatása, a buszvezetők bérének emelése vagy a házasulandók segítése, a baloldal leszavazta azokat. Pécs idei költségvetésének módosítása is szerepelt a közgyűlés ülésén. Azért kellett erről dönteni, mert a kormányzattól többlettámogatást kapott az önkormányzat. Sok százmilliós tételek, amelyek például a szociális ágazatra, az óvodákra, bölcsödékre fordítható, tehát olyan kiadásokra, amelyek indokolják azt, hogy valóban megfelelő támogatásban részesüljenek. Tehát ez is egy bizonyítéka már megint csak annak, hogy a baloldal lufikat fúj, amikor azt mondja, hogy a kormány kivérezteti a baloldali vezetési önkormányzatokat. Éppen ez, ennek az ellenkezője az igaz, a mai vagy a holnapi költségvetési módosítás is arról fog szólni, hogy több százmillió forinttal több forrás érkezik különböző közfeladatokra, amelyek fontosak és az itt lévők javát szolgálják. Csizmadia Péter a költségvetés módosításához három módosító indítványt nyújtott be. Az első indítvány szerint a város csoportosítson át 200 millió forintot a pécsi óvodák költségvetése számára. A második indítvány szerint a pécsi kommunikációs Kft-től kellene elvonni 50 millió forint támogatást, illetve a 35 millió forintos polgármesteri keretet, hogy ezeket az összegeket átcsoportosítsák a Tükebuz Zrt. Dolgozóinak a bérrendezésére. A képviselő harmadik indítványa arra irányult, hogy legyen ingyenes Pécs városában a házasságkötés, aminek támogatásához egy 10 millió forintos összeg elkülönítésére tett javaslatot. A javaslatokat azonban leszavazta a baloldali többség. A Keszthelyi Öböltől egészen Tihanyig ellátni a kedden átadott somogyhegyi kilátóról. Emellett pedig a szomszédos erdőben is gyönyörködhetnek a turisták. 46,5 millió forintból újult meg a turisztikai látványosság a Somogy bejárható varázsa elnevezésű projekt részeként. Az átadón elmondták, a hazai állami erdőgazdaságok az elmúlt 10 évben közel 27 milliárd forint beruházást hajtottak végre, ezek nagy része pedig az ökoturizmust erősítik. Kürtharson a szó mellett avatták fel a Balatonberényben épült Somoshegyi kilátót. A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Sefag Zrt. Konzorciumában a GINOP keretében 46,5 millió forintból épült meg a látványosság, de az elmúlt években számos fejlesztést végezhetett el a somogyi erdőgazdaság. Az elmúlt években, hogyha visszanézünk egy kicsit, a legnagyobb ilyen fejlesztésünk a Zselici csillagpark volt, illetve az erdők háza bent Kaposváron. De hát számos létesítményt sorolhatnék. A közelmúltban átadtuk a Gyert Jánosi turistaházat felújítva, kialakítottunk a Haracsi turistaházat szintén a Zselicben, aztán a tavaly évben adtuk át a Balaton lelei, illetve a Szántódi kilátóterasz szintén nagyon szép balatoni panorámával. A most átadott 15 méter magas kilátó elődjét már 20 éve lebontották, mert életveszélyessé vált. Így már régóta szerették volna pótolni a turisztikai látványosságot. Egy régóta várt álom vált valóra gyakorlatilag. A Balaton déli oldalán 4 olyan kilátót tudnak a turisták, somogyiak és nem somogyiak fölkeresni, akik azt gondolom, hogy a természeti értékek, természeti kincsek megtalálásában egy kiváló helyet találnak.
Földvártól, Boglártól, Fonyódon keresztül el lehet ide jönni, és azt gondolom, egy csodálatos látvány tárul a szemük elé, és nem csak a látványról beszélünk, hanem itt van az erdő, és az az ökoszisztéma, amit itt meg tudunk tapasztalni, egy csodálatos érték, és itt a legtöbb kilátónál ez is pluszt ad. Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára az átadón arról beszélt, a hazai erdőgazdálkodások az elmúlt évtizedben közel 27 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre, ezek nagy része pedig mind az ökoturizmust segítik elő. Az erdőgazdaságok az elmúlt évtizedben az ökoturizmus fejlesztésének motorjai voltak. Az általuk kezelt területen 27 milliárd forintnyi beruházás valósult meg a természetjárók szolgálatában. Ezek a fejlesztések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az évente 45-50 millió látogatót fogadó erdeink az egyik legfontosabb belföldi turisztikai célponttá nőhették ki magukat. A Somogy bejárható varázsa elnevezési projektben egyébként összesen 213 millió forintból végeztek turisztikai fejlesztéseket Somogyban. Július 1-től áremelés várható a balatoni fizetőstrandokon, mértéke azonban eltérő lesz. Van, ahol csak 10-15, de van, ahol 50%-os is lehet a mértéke. Sok helyen 2019 óta nem nőttek az árak a veszélyhelyzet kihirdetése miatt, de akad olyan pihenőhely is, ahol 5 éve ugyanazon az áron dolgoznak. 33-szor 300. Korábban nyitott a szokásosnál a Balaton-Lellei napfénystrand. Felkészültek az idei szezonra, az elmúlt évek pályázatainak köszönhetően csaknem 150 milliónyi fejlesztés jutott a strand és az élményfürdő területére. Az idén megújult a térkő burkolat is, akadálymentesített mosdók, új szemetesek és a már megszokott kényelmi szolgáltatások várják az ideérkezőket. Az idejében június 1-ével nyitottunk. Hál' Isten a hétvégek azok nagyon jók voltak az elmúlt hétvégben, 1500-2000 ember megfordult a strandunkon. A hónap végéig még mindenki a tavalyi árakon látogathatja a strandot, de július 1-től drágulásra kell számítani. Mi is június 1-ével szeretnénk 50-30% közötti áremeléseket tenni, hiszen utoljára 2017-ben volt a strandnak a jegynek, a belépő jegyeknek a megváltoztatása. Most a 800 forint helyett 1200 forint lesz, és természetesen ez hozza magával a többi részét, és az élmény medencéknél is, és minden olyan a szolgáltatás, amiért fizetni kell, az általában 25-50% közötti emelkedés lesz. Ez pedig már a Balatonszerszói Központi Strand, itt hivatalosan a hétvégétől kell csak fizetni a belépésért és a különböző szolgáltatásokért. A 2019-es árakkal nyitnak, de július 1-től ugyancsak emelnének. Évek óta 800 forint volt a felnőtt belépőjegyárunk, illetőleg a nyugdíj és a gyerekjegy az pedig 400 forint. Nagyon kedvezőek voltak Balatonszárszon a családi belépők, nagyon nagy kedvezmény volt. Ezt a vendégek nagyon szerették, a napi jegyet is, illetőleg a háromnapos bérletet és az egyhetes bérletet is, hiszen azért nagyjából 3 hétig az időjárás biztonságosan el tudták dönteni, hogy jönnek-e a strandra, és igen népszerű volt a háromnapos bérlet. Hogy milyen mértékben emeljük az árakat, ezt gondolom egyeztetni fogják a többi szolgáltatókkal együtt, de gondolom 10-12%-os emelés biztosan lesz. A hét végével igazodva az iskolai szünetek kezdetéhez már minden strand megnyit. Most még mindenütt a tavalyi árakon vehetjük igénybe a szolgáltatásokat, ugyanakkor július 1-től szinte kivétel nélkül minden strandon valamilyen mértékű áremelkedéssel kell számolnunk. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szokna a híradó. Hatalmas károkat okozott a vihar, Szekszárdon fákat döntött a felhőszakadás. Gyártósori szimulátor, csúcs technológiás géppel bővült a Tolna megyei szakképzőcentrum. Népviseleti divat bemutató, 8 tájegység ruháiban vonultak fel a kifutón. Alkotói kiállítás, nehéz szociális helyzetben lévő emberek készítettek műveket. Csütörtökön napközben napsütéses, nyári meleg várható, fokozódó füllettséggel. Késő délután este hidegfront érkezik,
Gomoly felhősödésre, majd többfelé kialakuló záporesőkre, zivatargócokra készülhetünk. Éjszaka megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél, csökken a felhőzet, csapadék már nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, holnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!